A méhészek problémái már tavaly decemberben elkezdődtek, a tél folyamán ugyanis a nyírség méhállományának mintegy harmada pusztult el. A nehézségeket tovább fokozta, hogy az áprilisi fagyok megzavarták a megmaradt méhek mozgását, a szokatlan hideg pedig kárt tett az akácban, közel 2 hónapot késett a virágzása. Ugyan itt a keleti megyékben jobb a helyzet, mint az ország többi részében, idén is kevés akácmézre van kilátás. Igazából mindenki arra számított, hogy ez csak sarjú akác lesz, fagyott akác. Ahhoz képest itt a nyírségben borsodi rész egy részén, vagy a hajdúbihari rész egy részén nem panaszkodhatunk igazából az akáztermésre, de az országosan nagyon kevés a megszokotthoz képest. Itt azért meg is haladtuk akár a tavaly, vagy a tavaly előtti év termését, úgyhogy itt a nyírségben azért egy kicsit jobb volt a helyzet akázból, viszont ami az jó volt, hogy jobb volt az akácméz, de az akác és a napraforgó közötti időszak nagyon lerividült. És a családok fejlettsége, ugye megint azért a családoknak újra kellett volna erősödni, és hogy több gyűjtőméhünk legyen. A repce szintén nagy károkat szenvedett el, a méhek csupán annyit tudtak begyűjteni, amennyi saját felhasználásukra kellett, így minimális a kinyert repceméz. Nincsenek könnyű helyzetben a gazdák, hiszen egyre csak nőnek az előállítás költségei, a veszteségek miatt pedig elindult egy negatív folyamat, egyre kevesebben foglalkoznak a szakmával. Elkeseredés miatt azért a tavaly ősz hozott szerintem egy 10-20%-os változást, ami csökkenést, de az évben mondhatjuk, hogy stagnált, viszont a termelő méhcsaládokat, meg ahogy mondtam, a veszteségek miatt, a téli vagy a tavaszi veszteségek miatt sokkal kevesebb családdal tudunk dolgozni. Most még egy méhész lehet, hogy dolgozott, nem tudom mennyit mondjak, 100 családot, most lehet, hogy csak 60-nál tudott dolgozni. Kisebbek meg ugye nem azt mondjuk, hogy nem számottevő, mert nagyon sok kisebb van, de ott is ugyanezek a veszteségek megvoltak. A méhész egyetért abban, hogy a méz fogyasztói ára évek óta emelkedik, de mint mondta, így van ez most az alapvető élelmiszerekkel is. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben inkább veszteséges, mint jövedelmező a méztermesztés, így minden évben szükség van egy minimális áremelésre, hogy az fedezze a gazdák emelkedő költségeit.